A következő mesét Timi küldi nektek a Kánthegy Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! A szorgalmas és a rest leány. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbenti urától volt egy leánya, és a bácsinak is volt egy leánya az előbbenti feleségétől. Az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívlelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta menjen szolgálni. Elindult a leány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hova mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha egyszer engemet letisztogatsz, jó tettedért jót kaphatsz. A leány megtisztította a körtefát. A leányocska továbbment, s elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, gyere, metszél meg, s kapálj meg, meglásd, jó tettedért jót kaphatsz. Megmetszette, és megkapálta a szőlőt. A leányocska továbbment, s elért egy rossz kemencéhez. Gyere ide, leányocska, sikálj meg engem, meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért jót kaphatsz. Megsikálta a kemencét, majd elért egy kicsike kutacskát. De ez a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Hová mész te, leányocska? Hosszú útra, szolgálatra. Takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazaérsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és továbbment. Ahogy ment, találkozott egy kiskutyával. Takaríts meg engem, s nyírj meg, meglásd, jó tettedért jót kaphatsz. A leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska továbbment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Tündérek laktak benne, kérdezik, milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seper ki, de a 7-dikbe be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak és anyámnak, hogy mit szolgáltam. No, meghallgattál szépen, meg is kapod, ami jár neked. Hengergőzz meg ebben az ezüst pénzben, ami rád ragad, az a tied. No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Meghengergőzött a leányocska abban is, azután fölállott és elbúcsúzott. Jött az úton visszafelé, elérte a kutyát. Mikor odaért hozzá, a kutya azt mondta. No, leányocska, vegyél rólam, ami neked tetszik. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyit kellett, szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, csészikék, kancsócskák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. A leányocska merített, s egyet ivott, azután szépen jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek kalácsok. Gyere ide, egyél, amennyi jól esik. A jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. Ahogy jött hazafele, odaért a szőlőbokorhoz. Hát, ott olyan szép szőlő volt, bor poharakban kitéve. Ehetett, ihatott, amennyi kellett. A béleste éppen jól esett. Jött tovább hazafelé. Leányocska, már nagyon sok ideje várlak, megérett a körte. Még közeledett hazafelé. Már a kakas meglátta, hogy jön. Kukorikú, gángú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömöt hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukorikú, gángú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, te nyikhaj! Kukorikú, gángú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én leányom is, és az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Ekkor elment az ő lánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert jót tettéért jót kap.
De a lány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit s vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, akármi is lesz. Elérte a kemencét. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, jót tettedért, jót kapsz. De a lány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, akármi is lesz. Akkor elérte a kutat. Gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet. Én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskémet be nem piszkítom, akármi is lesz. Elérte a kutyát. Gyere ide, leányocska, nyírjál meg! Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, a csecsebecse lábacskáimat, be nem piszkítom, akármi is lesz. Tovább ment, és elérte ő is a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hová megy. Azt mondja a leány, hogy megyen szolgálatra. Akkor azt mondták neki, hogy maradjon ott náluk. Itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig. De egyszer aztán mégis bement. Ahogy látta, hogy mi van odabent, kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy véres lett egészen. Mikor kijött onnan, azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább, nem is fizették ki. Amint jött hazafelé, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből. Nem akartál megtisztítani, most mehetsz utadra. Jött nagy szomorúan, és odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt. Menj innen, mert sajnáltad a kezédet és lábaidat, semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Tovább ment, és elérte a szőlőbokrot. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár bort, de a szőlőbokor eltaszította a kezét. Elérte a körtefát, de ott sem tudott szakítani egy körtét sem. Mikor közeledett haza, a kakas felhágott a kapu tetejére, s szólalni fogott. Kukurikú, gágú, jön az én nénikén vérrel futtatva! Az ördöngös asszony odament, és azt mondta. Nem igaz, arannyal jöjj futtatva! De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, gángú, jön az én nénikén vérrel futtatva! Nem igaz, mert arannyal jön futtatva! Kukurikú, gángú, jön az én nénikén vérrel futtatva! Nem igaz, nem igaz! Kiabált az öreg asszony. De az öreg ember azt mondta. Látod? Az én leányom jobban szolgált, mint a tied. És akkor összevesztek, és az öreg asszony és a lánya elment a háztól. Az öreg ember és a leánya, ha meg nem haltak, még ma is élnek.